Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Garden speciál csatornán. A mai részben a paradicsom csíráztatásáról, paradicsom palántázásról lesz szó. Egy nagyon egyszerű megoldást találtam egy pár évvel ezelőtt. A boltban megvásárolom az úgymond túl érett paradicsomot, hazahozom, és még egy pár napon keresztül a zacskójában tárolom, úgy, hogy a zacskónak a szája el van kötve. Folyamatosan nézem a paradicsomot, hogy ne romoljon teljesen el, puha maradjon, majd amikor eljön egy-két hét, akkor megnézem, hogy a belül a magok mire jutottak. Ugyanis a meleg hatására és a nedvesség hatására odabent a magok elkezdenek csírázni. Megmutatom nektek, hogy miről is van szó. Remélem, hogy jól látható. Így a paradicsomon belül a magok megindulnak, csírázni kezdenek. Így nem kell vesződnünk azzal, hogy a magokat előáztatjuk, meleg helyre tesszük, vattába tesszük, papírzsebkendőbe tesszük, pedig ez is egy jó megoldás. De így, hogy a paradicsomot ilyen mértékben, hát még fel is tudnánk használni, de így szerintem sokkal egyszerűbb és környezetbarátabb megoldás, ha paradicsomot így csíráztatjuk elő. Mivel nem használunk hozzá papírt, nem kell hozzá műanyag, stb. Hanem önmagában csírázik ki a paradicsom mag. Persze nem mondom, hogy 100%-ban ez így mindenkinek ki fog jönni, de meg kell próbálni, hiszen így a magok csírázása sokkal egyszerűbbek. Ha már előkészítettük a komposztot neki, és ugye az ültető közeget, akkor csak annyit kell tennünk, hogy kijelöljük neki azt a bizonyos távolságot, ahol majd ültetni fog kőket. Érett lótrágyával kevertem össze. És egyszerűen nem kell más tennünk, mint hogy a magot egyszerűen, szépen, finoman így ne sérüljön meg, mert nem szeretnénk, ha megsérülne, mert látszik, hogy a húsba is bele van nőve a gyökérzet. Megpróbáljuk kiműteni. Egyné. Mindjárt megpróbáljuk szét is bontani. Így.
visszahelyezem rá. És szépen belehelyezzük. Belehelyeztük. És jöhet a következő. Nagyon óvatosan, hogy a kifejlett gyökérzet ne sérüljön meg. Beletesszük. Így. Jöhet egy következő. Őt már nem bontom szét, hanem így egyszerűen csak beleteszem. És így folytatjuk tovább, amíg itt megsérült, de semmi baj. Így né. Ezt itt kivesszük valahogy. A paradicsom húsába bele van nőve, úgyhogy ezt így hagyjuk. Valahogy megpróbáljuk kivontani. Így mi elhúzzuk, vagy nehézkesen, okosan. És így folytatjuk tovább, amíg nem végzünk vele. Most ezzel senkit nem akarok mutatni, amíg kibontogatom az összeset. Szerintem egy próbát megér, hogy mindenki próbálja meg. Szerintem egész jó megoldás. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, lájkold, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!